Rendőrnapi elismerések. Megújult a dörmögőház. Szemetes zsákot fogtak a vadászok. Romanapi elismerések. 200-nál több résztvevő a strázsatúrán. Szabadszállás környékének élővilágával ismerkedtek a gyermekek. Irodalmi barangolás a költészet napján. Makettek gyufából. Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át kiváló munkája jutalmaként Herpai Péter címzetes rendőrfőtörzszászlós a rendőrség napja alkalmából. A kitüntetést április 25-én adta át dr. Báldi Zoltán, Szabadszállás város polgármestere, és Bocka János, Szabadszállás város alpolgármestere a városházán. Az ünnepségen jelen volt Rigó János, a Kunszentmiklósi rendőrkapitányság vezetője, aki gratulált a szabadszállási rendőrös munkatársának a városi szintű elismeréshez. Megújult a szabadszállási dörmögőház, amely egykoron József Attila anyai nagyapja Pőce Imre tulajdona volt. A helyi védettségű épület náttetejének rendbetételére, illetve a kémény felújítására 200 000 forintot szavazott meg a város képviselőtestülete. A hideg tél miatt a kivitelezés március elején kezdődhetett el. A kerítés felújítását a város önerőből oldotta meg a gazdasági, műszaki, ellátó és szolgáltató szervezet dolgozóinak közreműködésével. Végezetül az épület belső és külső festése valósult meg. Az emlékházban lévő tablók felújítását a József Attila közösségi ház dolgozói végezték el. Átfogó köztisztasági akciót tartott működési területén április 8-án a szabadszállási Bársony István Vadásztársaság. A nap folyamán a vadászok több mázsa papír és műanyag hulladékot, illetve több tucatnyi elhasznált töltényhüvet gyűjtöttek össze az erdőszélekről és az utak mellől. A köztisztasági akciót 6 esztendővel ezelőtt Rácz János, a vadásztársaság tagja kezdeményezte. Ennek az előzménye az volt, hogy a vendégvadászok, külföldi vendégvadászok liba vadászat alkalmával eldobálták a hüvelyeket, és hogy ezt szedjük össze, és ne legyen kint a területen, mert rossz fényt vett ránk. És akkor elhatároztuk, hogy ez hüvelyszedés lesz, és azóta hüvelyezési napnak nevezzük viccesen, hogy egy kicsit pikásabb legyen a történet. És ezen a napon, hát tavasszal mindig ez változott, eddig nem hagyományosan nincsen kijelölve egy időpont, hanem mindig az időjárásnak, meg az akkori évszaknak megfelelően jelöljük ki. Kimegyünk Feketére, a Nemzeti Park környékére, ahol vadásznak, meg ahol vadászhattak, és mindenféle szemetet összeszedjünk, nem csak a hüvelyeket, mert az a legkevesebb. A legtöbb szemét a pillepalack, és azt összeszedjük, behozzuk, és akkor ezt elszállítjuk. Az idei akció során mintegy 4000 hektárnyi területet jártak be a vadászok, és több mázsányi szemetet sikerült összegyűjteniük. Április első hétvégén ünneplik meg a Roma Kultúra Napját. Ez alkalomból szervezett programot a Szabadszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 8-ára, melynek a József Attila Közösségi Ház adott helyet. A megjelenteket Rafael János, a szervezet vezetője köszöntötte. A rendezvényt Horváth Szilveszter, a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat elnöke nyitotta meg. A rendezvény díszvendége volt Kovács Gyula, a Ráckevei önkormányzat, illetve az Európai Romákért Egyesület elnöke. A magyar és cigány himnusz elhangzása után adták át a roma kultúra ápolásáért járó elismeréseket. Rafael János és Kovács Gyula elnökök Stojka Jánosnak, Szórádi Eleknek és ifjú Rafael Jánosnak. Az ünnepélyes pillanatokat követően a helyi és vendégelőadók műsorát tekinthette meg a nagyszámú közönség. A műsorban közreműködtek a szabadszállási gyöngyszemek, a bajai gyöngyök, Horváth Szilveszter és együttese, valamint ifjú Rafael János. A Roma Kultúra napi rendezvény vacsorával zárult.
A hűvös szeles idő ellenére is nagy érdeklődés kísérte a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub tavaszi, szám szerint negyedik nemzetközi strázsa teljesítménytúráját. A 15, 25, 35 és 45 kilométeres távoknak április 22-én 211-en vágtak neki. A teljesítménytúra útvonala a helyőrség volt katonai objektumait, a katonai szervezetek által használt gyakorló és lőtereket köti össze, érintve a környék természeti értékeit, nevezetességeit. A természetjárók egyebek között megismerhették a Látóhegyet, a Lófogó és Barátok dombot, a helyi védettségű strázsadombot, a Szabadszállási Dörmögőházat, a Tóth Sándor helytörténeti gyűjteményt, de lehetőségük volt a szabadszállási katonai hagyományokat ápoló Hunyadi Mátyás helyőrségi gyűjtemény megtekintésére is. A mezőny legfiatalabb tagja, a 9 hónapos Kling Leire Rozi babahordozóban teljesítette a 25 kilométeres távot. A hivatalos nevezők közül a legfiatalabb induló, a 4 éves helvéciai Gál Emma a 15 kilométeres távot járta be. A mezőny legidősebb tagja a 76 esztendős székesfehérvári Szemkeő Ferenc volt. A leggyorsabb túrázónak a 15 kilométeres távon a budapesti Gazsó János, 25 kilométeres távon a kalocsai Farkas Péter, 35 kilométeren a kiskunhalasi Boros Viktor, 45 kilométeren pedig a pécsi Rozinger Zsolt bizonyult. Szabadszállás környékének élővilága címmel tartott előadást a Földnapja alkalmából április 21-én Puskás Zsigmond, ökológus, természetvédelmi, élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő a József Attila Közösségi Házban. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan idén is egy ismeretterjesztő rendezvénnyel hívta fel az általános iskolás korosztály figyelmét a természet és a környezetvédelem fontosságára a József Attila Közösségi Ház. Tavaly és az azt megelőző esztendőben a Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei segítségével szervezték meg a földnapi programjukat. Idén egy helyi természetvédelmi szakértőt kértek meg arra, hogy bemutassa Szabadszállás környékének élő világát. Az előadásra nem csak az iskolások, a felnőttek is kíváncsiak voltak. Szabadszállás város nevezetességét járták be a helyi általános iskola diákjai április 11-én a költészet napján. Az idei literatúra az Arany János emlékév apropóján Petőfi Sándor Arany Lacinak című verséhez kapcsolódott. A rendezvény több mint két évtizede indította el Török László, a szabadszállási Petőfi Sándor általános iskola volt tanára. A kezdeményezés legfontosabb célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a költészet fontosságára, a versek szépségére, a helyi értékek, hagyományok megismertetésére. A rendezvény nyitányaként április 10-én délután az iskola diákjai virágot helyeztek el Prielle Kornélia, a 19. század kiemelkedő színésznője Petőfi Sándor fiatalkori nagyszerelmes írjára. Másnap az osztályok tanáraik kíséretében végigjárták a kijelölt állomásokat, ahol irodalommal kapcsolatos kérdésekre kellett felelniük. Verszakokat kellett megjeleníteniük, régi bútorokat, eszközöket kellett felismerniük. Megpróbálkoztak a Toldiból ismert petrencés rúd megemelésével, mindemellett puzzle kirakó, totó és számtalan más játékos feladat várta a tanulókat. A megfáradt vándorok Arany János kedvenc süteményével csillapították éhségüket. Tegnap, hogy az utcán hazafelé mentem, nem tudtam a szembejövők, miért bámulnak engem. Közel 500 diák és felnőtt nevezett be az idei esztendőben az Általános Művelődési Központ József Attila Közösségi Ház hagyományos költészet napi szavaló versenyére. A rendezvényen, melyet április 4-én tartottak meg, a versenyzők 5 korcsoportban adtak számot felkészültségükről és tudásukról. Tanár úr, egyszer verset írtam. Még volt rá mentségem, 16 éves voltam, s mert elfogott valami kemény magyar bálna, hogy magyar vagyok, vadul danultam. A produkciókat háromtagú zsűri Baracsi Péterné, Nagy Nándorné Szabó Györgyi és Bajusz Gáborné Karakas Tünde értékelte. A díjazottak könyvjutalomban részesültek, illetve oklevelet kaptak. A szavaló versenyt az X-Bár együttes produkciója tette teljessé.
A zsűri a legjobbak között nem állított fel rangsort. Első-második osztály Füredi Károly, Szőke Zsófi, Kis Hanna. Harmadik-negyedik osztály Fekete Krisztián, Hatos Milán, Sipos Péter. Pásztor Csenge, 5. osztály Puskás Fanni, 7.-8. osztály Somogyi Anna, Dollinger Ramóna. Felnőtt Herpai Kálmánné és Besenyei Istvánné. Édesanyám, jaj, megálljon, felegli a vád határon, benne zokog egy üzenet, hogy én haza nem mehetek, hogy eliben ne is menjen, hogy engemet ne is várjon. Itt halok meg idegenben, sötét orosz pusztaságon. Az előkelő 3. helyezést érték el a március 25-én Dömsödön megrendezett országos roma tehetségkutató versenyen a szabadszállási gyöngyszemek. Sztojka János egyéni med a 2., ifjú Sztojka János pedig a 3. helyen végzett. A 10 esztendős múltra visszatekintő szabadszállási roma tánccsoportot nem csak a városban és a régióban ismerik. Gyakran lépnek fel alapítványi bálokon, kisebb-nagyobb rendezvényeken, illetve állandó szereplői a területi és országos versenyeknek. A dömsödi sikert megelőzően Kecskeméten állhattak fel a dobogó 3. fokára. Bemutatóval egybekötött kiállítás nyílt Szabó József gyufa makettjeiből április 24-én a József Attila Közösségi Házban. Az interaktív foglalkozást a gyufa szobrász vezette. A gyufa makettépítés kreativitást, kitartást, türelmet és sok időt felemésztő elfoglaltság. Egy-egy nagyobb maketthez több ezer gyufaszára van szükség. A városunkban élő Szabó József évek óta hódol kedvenc szenvedélyének. Keze alól sorra kerülnek ki autók, repülők, hajók, kicsinyített másai. Szabó József általános iskolásként készítette el első modelljét. A következő, egy gumimotoros vitorlázó már sokkal komolyabb munkát jelentett, amivel olyan jól sikerült, hogy benevezett vele az úttörő modellversenybe is. A repülők után hajók következtek. Kamasz évei alatt gyermekkori kedvenc elfoglaltsága feledésbe merült, mindaddig, míg fel nem öltötte az angyalbőrt. Unalmas óráiban maketteket, kockákat, Eiffel-tornyokat készített gyufából. Az első komolyabb gyufamakettje Kolumbusz Kristóf vezérhajójának, a Santa Mariának kicsinyített mása 1 méter hosszú lett. Ezt követően sorra születtek az újabbnál újabb alkotások, római gályákat, autókat, repülőgépeket, szerszámgépeket épített. Egy-egy makethez több ezer gyufaszálat használt. Elkészítésük több száz munkaórát vett igénybe. Munkáit ezidáig a szűk családi és baráti kör tagjai láthatták. Első bemutatkozása a József Attila Közösségi Házban volt, munkáira nagyon sokan kíváncsiak voltak. Kok Imréné munkáiból nyílt kiállítás március 31-én a József Attila Közösségi Házban. Kok Imréné Erzsike szintén az óvodában dolgozott. Régóta kaptatja a tudtucatjait, hogy az öltések eredményeként számára kedves kézi munkák kerüljenek ki a keze alól. Nem tesztényűvész, csak egy olyan ember, aki örömét leli abban, amit csinál a goblen készítésében. Erzsike képei, melyeket most a Közösségi Ház kiállított termében láthatnak, egy hobbi, egy szabadidős elfoglaltság eredménye. A falakon elhelyezett varrott képek nem egyedi tervezésűek, színviláguk alapjait más találta ki. Az alkotó szabadsága itt a színskála egyedi összeállításában, a nyomtatott ábra követésében vagy a részleges elhagyásában van. Az itt látható képek klasszikus, hagyományos, előzetesnek mintha alapján kivalt goblen képek, melyek témaválasztása szerteágazó. Számos formában megjelennek a virágcseméletek, de láthatunk életképeket, portrékat és néhány tájkép is kikerült a falakra. Nem csak a képek témája, de a méretük is változó. A kezdő varrók kisméretű képekkel indítanak, így gyűjtenek maguknak bátorságot, hitet, hogy ők is képesek egy-egy kézimunka elkészítésére. És tegyük hozzá, így szereznek gyorsan sikerélményt is, amikor a kézmunka eredményét meglátják. Az idő előre haladtával azonban megjön és megnő a bátorság a vállalkozókért, és ezek eredményeként a képek mérete is. Egy nagyméretű kép kivarása méltán tölti el a siker édes ízével a készítőjét,
társa ad okot a megelégedettségre. A rendezvényen közreműködött a Kiskun Népdalkör. Telegdi Ágnes gyermekíró látogatott el április 5-én a Szabadszárási Városi Könyvtárba. Az Ó azok a csodálatos állatok, a Barnabás meséi, könyvek alkotója, vetítéssel egybekötött interaktív író-olvasó találkozón érdekes állattörténeteket mesélt a közönségnek. Telegdi Ágnes évek óta járja a természetet, figyeli és fényképezi a körülöttünk lévő állatokat. Ezen élményeit szereti megosztani nem csak a gyermekekkel, de a felnőttekkel is. Az interaktív projektoros vetítéssel egybekötött előadásain saját fotókon és saját élményeken keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők a természet csodáival. A szabadszállási rendezvényen a fényképekkel tarkított előadást madárhangokkal és rövid videókkal színesítette az írónő, ami végig lekötötte a több mint 500 érdeklődő figyelmét. A gyermekek örömmel beszélgettek és válaszolták meg a kérdéseket. Az előadás végén a fehér gólyával is közelebbről megismerkedhettek, hiszen velük szabadszállás több pontján is lehetőség van találkozni. A program után kedvezményes könyvvásárral egybekötött dedikálásra is volt lehetőség.